Egyre kevesebb a málna, a klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt egyes bogyós gyümölcsök termesztése lassan megszűnhet itthon. Utazás előtt fontosak lehetnek a védőoltások. Egzotikus országokba indulás előtt 2 héttel érdemes beadatni a megfelelő oltásokat. A Nemzetközi Oltóközpont honlapján megtalálható, hogy a választott úti célhoz milyen védőoltásokra van szükség. Innovációs fejlesztések a Skansenben. A közel 800 millió forintos beruházás részeként felújítják többek között a Sóstói Múzeumfaluhoz vezető utat és több épületet is, valamint a jelenleg üzemen kívüli színpadot. A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt egyes bogyós gyümölcsök termesztése lassan megszűnhet itthon. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Még néhány évtizeddel korábban még 7000 hektáron termesztettek málnát a hazai gazdálkodók, napjainkban alig 100 hektárról takarítják be a nyár kedvel gyümölcsét a termelők. A szakemberek szerint a málna és a szeder előtt sem áll különösebb fejlődési lehetőség, ahogyan a fekete ribiszke is kiszorulhat az ültetvényekről. Míg néhány évtizeddel korábban még 7000 hektáron termesztettek málnát a hazai gazdálkodók, napjainkban alig 100 hektárról takarítják be a gyümölcsöt a termelők. Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke szerint így a korábbi 40-60 ezer tonna helyett idén megközelítőleg 600-800 tonnát fognak születelni. A bogyós gyümölcsök tekintetében a helyzet az, hogy vannak fejlődő, vannak stagnáló és vannak eltűnőben lévő gyümölcsfajok. A szamóca esetében mind a termőterület, mind a termés mennyiség növekedett az utóbbi években. Egy magas színvonalon egy gazdaságosan termelhető növény és a piaci igények is megvannak rá. A piros ribiszke stagnál, 10-15 éve tartja az 1300-1400 hektáros termőterületét, mert még ezt a klímát is elviseli, illetve egy totálisan gépesíthető növény, így a munkaerőigénye szerény. Viszont amivel bajban vagyunk, és aminek a termőterülete és a termés mennyisége is nagyon jelentősen csökkent, és gyakorlatilag már néhány 10 vagy 100 hektáros termőterületről beszélhetünk mindössze, az a málna, a szeder, a fekete ribiszke és a közméte. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint is a munkaerőhiány az egyik legnagyobb probléma. Ugyanis néhány évvel ezelőtt csak a megyénkben is legalább 10-szerese volt a termőterület ahhoz képest, amekkora területen ma az egész országban találhatók bogyós gyümölcsű ültetvények. Ahogy hallottunk afelé, hogy jelentkeztek ezek a kézi munkaigény hiányok, egyre többen azért hagyták abba, ha málnára gondolunk is. Valamikor itt a mi megyénkben, Nyílogos környékén, ezeken a homokos területeken, ami már betelepítettek erdővel, nagyjából ez megtermett és még jövedelmezőséget is termelt. Ennek olyan igénye támadt, és a gépesítés, korszerűsítés felé, illetve fajta váltással kellett volna élni, már azt nem vállaltuk fel, és ma úgy tűnik, hogy Magyarországon körülbelül vagy 100 hektáron termelnek még, amikor itt a megyében is több volt 1000 hektárnál. A visszaesés mögött a másik legnagyobb probléma, hogy annyira megváltoztak a klimatikus viszonyok hazánkban, ami már nem kedvez a bogyós gyümölcsök, köztük a málna, a szeder és a fekete ribiszke termesztésének sem. Egzotikus országokba indulás előtt 2 héttel érdemes beadatni a megfelelő oltásokat, hangsúlyozta Kis Csaba 35 perc című műsorunkban. A házi orvos elmondta, a szabadban tartózkodóknak érdemes lehet védekezni a kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen, illetve az Európán kívüli utazások esetén tájékozódni a régiókhoz köthető betegségekről. Mint mondta, a Nemzetközi Oltóközpont honlapján megtalálható, hogy a választott úti célhoz milyen védőoltásokra van szükség. Nyaralás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a szükséges védőoltások beadásáról, hívta fel a figyelmet Kis Csaba a 35 perc című műsorunkban. A házi orvos elmondta, Európában jobbára a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen lehet érdemes oltással védekezni, főleg azok számára, akik többet tartózkodnak a szabadban. Viszont egészen másra kell felkészülni az Európán kívülre utazóknak, akik Afrika, Dél-Kelet-Ázsia vagy Dél-Amerika felé veszik az irányt. Nagyon fontos előre tájékozódni, mert azért országonként változó, hogy mik az ajánlott védőoltások, illetve hogy mik azok a gyógyszerek például, amiket el kell kezdeni korábban.
tisztában szedni. Megjegyezném itt például ugye a maláriának az esetét, ami ellen ugye jelenleg nincsen még hatásos védőoltás, úgyhogy ott az egyetlen védekezési lehetőség, hogyha időben elkezdjük szedni a megfelelő gyógyszereket, már azelőtt egy-két héttel, hogy elutaznánk a malária fertőzött területre, az ott tartózkodás alatt végig, és a hazautazás követően is még két hétig ajánlatos ezeket a gyógyszereket szedni. A házi orvos elmondta, a védőoltások szükségességét meghatározza az is, hogy mely évszakban megyünk egy adott területre, illetve milyen céllal. Éppen ezért érdemes tájékozódni az interneten, a házi orvosnál, vagy a regionális oltóközpontokban, ahol igény szerint segítenek is, hogy az illető megkapja a szükséges védőoltásokat. De azt észben kell tartani, hogy ezt ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert ugye a védőoltásoknak kell idő, amíg ki tudják fejteni a hatásukat. Ez védőoltásonként valamelyest változik, de azért legalább két hét, amíg ténylegesen egy adott védőoltás ki tudja a hatását fejteni. És hogyha több védőoltásra van szükség, akkor végképp szerencsés, hogy időt hagyjunk magunknak, mert akkor nem egyszerre kell akár 3-4-5 féle védőoltást is megkapni, hanem akkor el lehet szépen osztani, és sokkal nagyobb a valószínűség, hogy a megfelelő védettség ki tud alakulni. Kis Csaba hozzátette, csak is extrém esetekben kaphatunk el és hozhatunk haza súlyosabb betegségeket az utazásról, viszont érdemes betartani az alapvető higiénés szabályokat, így például gyakrabban kell kezet mosni, javasolt a kézfertőtlenítő zseli alkalmazása, valamint lehetőség szerint csak palackos vizet igyunk. Innovációs fejlesztésekbe kezd a Sóstói Múzeumfalu nyáron. A közel 800 millió forintos beruházás részeként felújítják többek között a skanzenhez vezető utat és több épületet is, valamint a jelenleg üzemen kívüli színpadot. A július 1-i zárás előtt viszont még várja a látogatókat a Múzeumfalu. Június 23-án a hagyományos Szent Iványi rendezvényt tartják a skanzenben. Hamarosan indulnak a nyári fejlesztések a Sóstói Múzeumfaluban. Az újítások július 1-én kezdődnek. Addig a skanzen számos programnak ad helyet, a táborosztatásokon kívül a hagyománnyá vált július 23-ai Szent Iványi rendezvényig. Ezen a napon a programjaink 9 óra után kezdődnek, 9 óra 20-tól egy tűzsonglőr program lesz, és utána a 10 órától pedig a Bagosi Brothers Company játszik az érdeklődőknek. Reméljük, hogy sokan szeretik a zenéjüket, és eljönnek élőben is meghallgatni őket. És az ő hangversenyük után kezdődik a Nyírségtánc Együttesnek a színpadi programja, és utána pedig 24 órakor, éjfélkor pedig a tűzugrásra kerül a sor. Ezt követi majd a skanzen közel 800 millió forintos fejlesztése, amelyet az Európai Fejlesztési Alap finanszírozásával, valamint állami forrásból valósítanak meg. Ilyen mértékű, a modernkor igényeihez felzárkózó, de mégis hagyományokat megőrző fejlesztés a Múzeumfalu megalakulása óta nem volt. Az újítások ideje alatt a skanzen majdhogy nem összes épülete le lesz zárva, viszont a Pálinkaház és a Jánmajtisi porta továbbra is látogatható lesz. De olyan átfogó kulturális innováció, amely a mai modern kornak megfelelően lépteti be az embert, mutat egy faluközpontot, illetve elhelyezi a kollégákat és az 50 ezer műtelt, amit itt őrzünk, olyan még nem volt a Múzeumfalu történetében, úgyhogy a következő 10 hónapnak a munkálatai azért is lesznek vízválasztóak, mert majd utána, hogyha bejönnek a látogatók, remélem, hogy emelt számban, akkor ők elmondhatják a véleményeket, meg el is mondják, mint hogy eddig is a fejlesztésekről. A fejlesztések részeként felújítják a Múzeumfaluhoz vezető utat és több épületet, valamint a jelenleg üzemen kívüli színpadot. Az új raktár és irodaszárny mellett digitális információs pultokat helyeznek el a bejáratnál és több helyen a skanzen területén. A 2017-es Magyar Opera Napja alkalmából a Magyar Állami Operaház egyedülálló CD gyűjteményt jelentetett meg, amely a legnagyobb hazai klasszikusokat fogja egybe, és a magyar opera történet 200 éves múltját mutatja be. A kiadványa csaknem 1000 könyvtár és zenei intézmény gyűjteménye gazdagodik, köztük a Nyíregyház is. A magyar opera történet 200 éves múltját foglalja össze az 53 darabos CD gyűjtemény, amelyet csütörtökön vehetett át Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, a Magyar Állami Operaház főigazgatójától. Van egy olyan program, az opera, Magyar Opera 200, amelyet a Magyar Operaház talált ki, és
vitt végbe, amely 200 olyan művet tartalmaz a magyar operatörténetnek, illetve ennek a közép-európai operatörténetnek egy nagy hatású részét képezi. A legelső magyar operáktól, amelyek a lényegében a 18. század végén keletkeztek, itt van tehát a Pikó Herceg meg a Béla Futása, ami nem biztos, hogy nagyon sokat mond az embereknek, de akkor is ezzel kezdődött a magyar opera. Benne van Erkel Ferenc, mint a magyar operának az atya, Bartók Béla, ugye a Kékszakálló Herceg várával, tehát egy olyan anyag, ami a magyar kultúrát terjeszti széles körben, amely segít ezt a nem, azért nem egyszerű műfajt megértetni és széles körben elterjeszteni. Az operaház épületének felújítása miatt ország és világjáró körútra indultak az operaház művészei, így népszerűsítve a műfajt és a magyar műveket. Az operát az operából turné keretében tavaly a határon túli magyarok előtt léptek fel, idén pedig 18 hazai megyeszékhelyen rendeznek vendégelőadásokat. Amíg az operaház történelmi épülete zárva tart, addig nekünk ott az Erkel Színház, ez tény és való, de a művészi erőforrásaink két színházra, két nagy színházra szabottak, ezért arra gondoltunk, hogy egyrészt a világot járjuk majd, 18 országba jutunk el, reprezentálva a magyar kultúrát. Azon kívül jártunk egy nagy túrát a határon túli magyarok körében, ezt folytatjuk is, de fontos, hogy befele is figyeljünk a vidéki Magyarország nagy kultúrás centrumaira, és ezért jövünk el Nyíregyházára, lesz itt egy bérletünk, közösen a Filharmóniával, és operát fogunk játszani, meg balettet, mert az operát azt a legjobban nekünk muszáj tudni Magyarországon, meg a klasszikus balettet is. Ebből remélem, hogy számos opera és balett kedvelő születik majd. A főigazgató hozzátette, az operaház művészei az idei évadban 4 darabot is színpadra visznek Nyíregyházán, az operaház épülete pedig várhatóan 2019. szeptember végén nyílik meg újra. Június 26-ától látogatható a Munkácsi 50 című tárlat a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A különleges látnivalót kínáló tárlat az egyik legnagyobb és nemzetközi szinten legismertebb magyar festő életművét mutatja be. A kiállítás Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójának darabjaiból állt össze. Szerdán érkeztek meg a Munkácsi festmények a Nyíregyházi Józsa András Múzeumba. Munkácsi Mihály nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is a legismertebb magyar festőművész. Számos olyan neves alkotás fűződik a nevéhez, amelyeket mindenki ismer. Ilyen például a Golgota vagy a Sirató asszonyok a Keresztfánál. Munkácsi abban is különleges, hogy már saját korában is elismert volt. Amíg Párizsban már élete során is magas összegekért árulta képeit, Van Gogh például egy festményét sem tudta értékesíteni, amíg élt. A Munkácsi 50 című tárlat Nyíregyháza történetének egyik legjelentősebb kiállítása lesz. A tárlat értéke több milliárd forint. 150 éves a Józsa András Múzeum, és úgy gondoljuk, hogy a 150 év alatt a Szeúzó kincse kiállítása után a legjelentősebb kiállítás lesz ez a Munkácsi kiállítás. A Szeúzó kincsek az csak 3 hétig tekintettük meg, lehetett megtekinteni, az alatt közel 22 000 ember nézte meg ezt a kiállítást. Munkácsi kiállítás, Munkácsi 50 címmel, 50 festményt mutatunk be a neves magyar kiváló festő alkotásaiból. 3 hónapon keresztül tudjuk bemutatni, június 23-án a múzeumok éjszakáján nyílik meg a kiállítás, és egészen október 14-ig lehet megtekinteni. A Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójából készült Munkácsi tárlatot először 2005-ben láthatta a közönség. Akkor indult vándor útjára Budapestről. A Nyíregyházi lesz a 40. helyszín, összesen már több mint 2 millió látogatót vonzott az ország különböző pontjain. A Nyíregyházi kiállítást a múzeumok éjszakáján először 30 képpel nyitják meg, majd augusztus 20-ára érkezik még 20 kép Szentpéterváról a Józsa András Múzeumba. Én mindenképpen javaslom, hogy mind a két fajta kiállítás, mind a két időpontban tekintsék meg minél többen, hiszen az Ermitásból visszaérő festményeket, azoknak egy részét be fogjuk installálni a jelenlegi kiállításba, tehát aki most megnézi, az egy kiállítást fog látni, és amikor az Ermitásból visszaérkeznek a festmények, akkor egy másik kiállítást fog látni, más sorrendet fog látni a festményekben.
A Józsa András Múzeumban az első 30 festményt 1000 forintos belépődíjért tekinthetik meg a látogatók. Aki ezt a jegyet megőrzi, mindössze 500 forintért láthatja a teljes tárlatot augusztus 20-a után. Azok az érdeklődők, akik pedig a tárlatot egészében akarják megnézni augusztus 20-a után, ők 1500 forintért tekinthetik meg. A tárlat Nyíregyházára érkezését az önkormányzaton túl a Bige Holding Kft. Is támogatja. Június 30-án a tokai Zenit-vízi bázison 5. alkalommal rendezik meg a sárkányhajó fiesztát. A szervezők közel 20 csapatot várnak a versenyre, amelyen az eddig megszokott 200 méteres táv mellett szabadon választható új elemként a 2000 méteres táv teszi izgalmasabbá a megmérettetést. 20 lapátos két oldalt egy dobos adta ütemre és egy kormányos irányításával hajtja előre a hajót. A sárkányhajózás sportja Dél-Kínából származik, Európában csak az 1980-as évek végén kezdett ismertté válni a sportág. Június 30-án a tokai Zenit vízibázist is sárkányhajók lepik el, ahol idén is megrendezik a hagyományos sárkányhajó fesztivált. A különleges versenyre közel 20 csapatot várnak, akik között vannak visszatérők, de olyanok is nevezhetnek, akik még soha nem próbálták a sportágat. Évről évre egyre több a visszatérő csapat a versenyen, a szakképzettséget egyáltalán nem igényel, az evezősöknek egy gyors oktatás keretében megmutatjuk a lapáthasználatot, és a szakképzett kormányosokat mi biztosítjuk a versenyzőknek. A nevező csapatoknál előírás, hogy legalább 8 női taggal kell nekivágniuk a megmérettetésnek, és egy ütemadódobost is soraikban kell tudniuk. A kötelezően teljesítendő táv 200 méter, azonban idén új elemként a csapatok szabadon nevezhetnek egy 2000 méteres futamba is. Az országban egyre népszerűbb, egyre több sárkányjó versenyen szervezik meg a 2000 méteres futamot, és ezt a fordulók teszik izgalmassá, ugyanis 500 méter hosszú a pálya, és 4 darab fordulóval van megspékelve a verseny, ami sárkányhajóval nem is olyan egyszerű, mint gondoljuk. A versenyfutamok június 30-án reggel 9:30-tól délután 4 óráig tartanak, ezt követően tartják az eredményhirdetést és a díjkiosztót a vízibázison. A verseny első 3 helyezettje automatikusan továbbjut a sárkányhajó magyar nagydíj keretében megrendezett országos döntőbe. A 11. helyen fejezte be a bajnokságot a megyei első osztályban a Máté Szalkai futballcsapat. A Máriusz Botász által irányított együttes 9 győzelem mellett 8 döntetlent játszott és 13-szor szenvedett vereséget. A 2016-2017-es szezon veszőfutása után új edzővel, Opre Mihállyal és szinte teljesen kicserélt játékos kerettel vágott neki ősszel a bajnokságnak a Máté Szalkai MTK. A megfiatalított csapat nem hozta a várt eredményeket, így a téli szünetben a kieső zónában a 13. helyen állt a gárda. A tavaszi szezon előtt Máriusz Botasz vette át a szakmai munka irányítását, a bajnoki hajrára pedig belelendült a Szalka. Végül a 11. helyen zárt a Szatmári gárda úgy, hogy mindössze egy ponttal maradt el a 9. tarpától. Megint csak viszontagságos bajnoki szezon tudhatunk magunk mögött, hiszen augusztus felkészülés után és a bajnoki szezon kezdet nem azt ígérte, hogy a kiesés ellen fogunk küzdeni a téli felkészülési időszakban, és a tavaszt már új edzővel kezdtük el természetesen. Ez a kis vérátömlesztés úgy gondolom a csapat számára is fontos volt. Játékosok tekintetében 2 játékos érkezett a tél folyamán, akik a rutinjukkal elősegítették azt, hogy talán nemcsak a védekezésünk vált biztosabbá, hanem így most már a támadójáték kapcsán rugott gólok tekintetében is megmutatkozva győzelmeket tudtunk aratni, hiszen 9 győzelmet, 8 döntetlen és 13 vereség a mérlegünk, és ebből a 9 győzelemnek a nagy része az most az utolsó fordulók során jött be. A végül izgalommentes hajrát követően az egyesület elnöke bízik abban, hogy a következő szezon már nyugodtabb lesz a vezetők és a szurkolók számára. Nagyon bízom abban, hogy ezt a társaság, ennek a társaságnak a nagy részét azért sikerült Máté Szalkán tartani, és talán még az ezévi fiatalok mérkőzés rutinja révén azért jó néhány fiatal ismét bekerülhet a felnőtt csapat keretébe, abba a 24-es keretbe, amit mondom, hogy kifejezetten 20, illetve 30 év alattiak 20 évesekből állt a bajnokság során. A szakosztály vezetésében is történtek változások. A technikai vezetőnk a bajnokság vége előtt 5 fordulóval lemondott, így aztán a szakosztályvezető vállára újabb teher nehezedett.
ezt is időközben így a bajnokság végére orvosolta, tehát most már technikai személyzet is kibővült. Úgy gondolom, hogy az a technikai háttér, amit a város részéről, illetve a TAO feltöltések részéről szükségszerű, azt minden tekintetben mi megpróbáljuk kielégíteni. A csapatot a következő szezonban is Marius Botas irányítja majd. A felkészülés július első hetében kezdi el a Máté Szalkai MTK. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt egyes bogyós gyümölcsök termesztése lassan megszűnhet itthon. Még néhány évtizeddel korábban még 7000 hektáron termesztettek málnát a hazai gazdálkodók, napjainkban alig 100 hektárról takarítják be a nyár kedvelt gyümölcsét a termelők. A szakemberek szerint a málna és a szeder előtt sem áll különösebb fejlődési lehetőség, ahogyan a fekete ribiszke is kiszorulhat az ültetvényekről. Egzotikus országokba indulás előtt két héttel érdemes beadatni a megfelelő oltásokat, hangsúlyozta Kis Csaba 35 perc című műsorunkban. A háziorvos elmondta, a szabadban tartózkodóknak érdemes lehet védekezni a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő gyulladás ellen, illetve az Európán kívüli utazások esetén tájékozódni a régiókhoz köthető betegségekről. Mint mondta, a Nemzetközi Oltóközpont honlapján megtalálható, hogy a választott úti célhoz milyen védőoltásokra van szükség. Innovációs fejlesztésekbe kezd a Sóstói Múzeum falu nyáron. A közel 800 millió forintos beruházás részeként többek között felújítják a skanzenhez vezető utat és több épületet is, valamint a jelenleg üzemen kívüli színpadot. A július 1-i zárás előtt viszont még várja a látogatókat a múzeum falu. Június 23-án a hagyományos Szent Iványi rendezvényt tartják a skanzenben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 15-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Légköri front nem éri el a Kárpát-medencét, de a magasban melegebb, változó nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé, és labilisabb is lesz a légkör. Az előttünk álló éjszaka eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan előfordulhat záporzivatar. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar térségében átmenetileg viharossá fokozódhat. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban 1-2 fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A csúcs hőmérséklet egyre több helyen meghaladja a 30 fokot. Vasárnap napos és erősebben felhős periódusok egyaránt lesznek, és szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok, akár csak hétfőn. Kettől gomoly felhős napos időre van kilátás, kevés helyen fordulhat elő zápor, esetleg zivatar.